Kedves hallgatóság, a mai órán folytatjuk a lexikai átváltási műveletek megbeszélését. Mielőtt azonban elkezdeném az előadást, szeretném bemutatni a speakereinket. Huják Andrea fogja olvasni a francia példákat, Székely Szófia Európai Uniós konferenciától másképzős hallgató a német példákat, és Olivier Whitfield, szintén Európai Uniós konferenciától másképzős hallgató az angol példákat. Ők ketten csak ezért jöttek ide, úgyhogy hát ugye Andreának meg a Blankának a korábbi alkalmakkor ugye amúgy is itt kéne lennie. Nos, a jelentések kihagyásáról és betoldásáról fogunk beszélni, ami mindjárt fölvet egy érdekes kérdés, hogy nincs itt valami ellentmondás. Amikor a hibákról beszéltünk, hogy milyen hibatipológiák vannak a fordítás javításában, akkor azt mondtuk, hogy hát olyan hibatipológia is van, amelyik azt a kérdést veti föl, hogy a célnyelvben, a forrásnyelvhez képest több van, kevesebb van, vagy más van. Itt meg most kihagyásról és betoldásról fogunk beszélni. Ezek nem fordítási hibák? Hát nem, azt fogjuk bizonyítani, hogy vannak rendszerszerű kihagyások és betoldások, mikor az nem hiba, sőt egy olyan művelet, amire szükség van. Mindig egy általános példával szoktunk kezdeni, amiben bemutatom magát a jelenséget, és aztán fogunk rámenni a részletekre. Az angol példa, ugye ezt még én felolvasom, he didn't want to play with his Meccano sets. És úgy fordította, ez Graham Greene egy elbeszéléséből van, és úgy fordította Szobotka Tibor, hogy nem volt kedve építő kockáival játszani. Tehát látjuk, hogy az építő kocka megnevezése kimaradt a fordításból. Természetesen azért maradt ki, hiszen ez a mai olvasó számára semmit nem jelentene, de itt fölmerül egy érdekes kérdés, hogy akkor kellett volna ide valami másfajta építőkocka, vagy netán egy mai fordítónak itt most ezt Legóval kéne fordítania? Tehát, hogy behelyettesítsünk ilyenkor valami modern dolgot, vagy egyszerűen hagyjuk ki. Hát ebben az esetben kimaradt ugye a megnevezése ennek a játéknak, és egyszerűen építőkocka lett belőle. A másik egy orosz példa, Örkény István egyik egypercesében a hős a ferenceseknél száll le. Na most mi nagyjából tudjuk budapestiek, hogy a ferencesek, ugye ott van az Erzsébeti pesti hídfőjénél, de hát ugye ezt le lehetne oroszra fordítani, hogy u franciszkáncev, de hát egy orosz olvasónak végül nem jelentett volna semmit, úgyhogy úgy fordította, hogy Onszasov centre, hát aki nem tud oroszul, az is megérti, hogy ez azt jelenti, hogy a központba szállt le. Tehát egyszerűen központ lett belőle, a ferencesek kimaradt, hát mint ami fölösleges, vagy félrevezeti az olvasót. Megadjuk ennek is a definícióját, a jelentések kihagyása a fordításban egy rendszerszerű átváltási művelet, melynek során bizonyos szélnyelvi jelentések, amelyek a háttérismeretek különbségei miatt a célnyelvi olvasónak semmit nem jelentenek, vagy magyarázat nélkül nem érthetők, magyarázatuk viszont nem lenne helyén való, ezek kimaradnak a fordításból. Viszonya is van a többi lexikai művelethez, nem azonos a lexikai összevonással, hiszen akkor két szó jelentését sűrítettük egy szóba. Itt meg egyszerűen valami kimarad, nyom nélkül kimarad, és gyakran jár együtt természetesen lexikai általánosítással. Oka nem a nyelvek közötti különbség, nem a nyelvi rendszerek közötti eltérésekben rejlik, hanem a forrásnyelvi és a célnyelvi olvasók háttérismereteinek különbségeiben, hát ezt még majd sokszor el fogjuk mondani, kivéve az 5/7-es példa, mert ott nyelvi rendszerbeli különbségek játszanak szerepet a fordítói döntésben. Meg fogjuk nézni az altípusokat, tehát először a nyelvpártól független altípusokat, márkanevek kihagyása, jelzőként használt ország és városnevek kihagyása, városrészek, utcanevek kihagyása, megszólítások, udvariassági formák kiadása, reáliák kiadása, forrásnyelvi utalások kiadása, és végül lesz a bizonyos egy nyelvpártól függő műveletet, a testrészek megnevezésének a kihagyása. Hát nézzük először a márkaneveket. Ha valaki vásárolni megy, akkor az már a fordítónak ugye rengeteg problémát okozhat, mert különböző élelmiszerek neve merül föl a márkanévvel együtt. Hát itt egyelőre még nincs szó vásárlásról, arról szól, hogy valaki egy bizonyos ételt
emelt le a polcról, amit az angolról azt mondja, hogy dandy cake. Na nézzük akkor ezt a példát. He brought out a bottle of ginger beer and half of dandy cake. Egy üveg gyömbérsört és egy fél püspök kenyeret emelt le róla. He didn't want to play with his Meccano sets. Nem volt kedve az építőkockáival játszani. Tehát látjuk, hogy ez a dandy cake, a dandy teljesen kimaradt, és akkor a fordító, aki ismeri a forrásnyelvi kultúrát, és tudja, hogy hogyan néz ki ez a dandy cake, ezt ma is lehet kapni Londonban, ez tudja, hogy az olyan püspökkenyérszerű édesség, és ezért püspökkenyérnek fordítja. Az építőkocka példát pedig előbb már megbeszéltünk. Most jön az a jelenet, amikor a forrásnyelvben az olvasó, vagyis a szereplő elmegy vásárolni, és egy csomó olyan dolgot vásárol, amiről, legalábbis a márkanévről, az olvasónak nem jut eszébe semmi. Megnézzük, hogy mit csinált ezekkel a márkanevekkel. Two Maltesers, half pound Earl Grey, cheese Wensleydale or Double Gloucester, Yardley pre-shave lotion. Két csomag máltai cukorka, negyed kiló Earl Grey tea, sajtok, angol sajt, ömlesztett sajt, Yardley arcvíz a villanyborotvához. And as he had never worked with Carter Patterson and was unused to such exertions, soha nem dolgozott a bútorszállító szakmában, nem szokott efelé erőmutatványokhoz. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a Wensleydale és a Double Gloucester semmit nem mond a magyar olvasónak, ezért ez a két márkanév kimarad. Általánosító fordítást alkalmaz a fordító, angol sajt, ömlesztett sajt, hogy mégis tudjuk, hogy körülbelül milyen sajtot vesz a szereplő, de maga a márkanév kimarad. Nagyon gyakran előfordul, hogy a márkanév az köznévvé válik, és ez a Carter Patterson, ugye ez egy butor szállító cég, de az angolban csak ez szerepel. Tehát ezt aztán a magyar olvasó végleg nem tudja. Tehát ez teljesen kimarad a magyar fordításból, és egyszerűen bútorszállító szakma lesz belőle a magyarban. Na most azonban, ha a márkanévnek fontos funkciója van a műben, akkor nem lehet kihagyni. Tehát van olyan eset, mikor az, hogy a szereplők milyen márkájú italt isznak, milyen márkájú ételt esznek, ez nagyon fontos. Ebben az esetben, ebben a példában, amit én most hoztam, ez egy olyan regényben, Mary McCarthy-nak a regényében játszódik ez a jelenet, ahol az a szím, hogy a csoport, és egy csoport lányról szól, akik együtt végeztek a nagyon híres Vassar College-ban, és azt nézzük meg, hogy mi lett belőlük, milyen lett az élete, ki meggazdagodott, ki elszegényedett, ki jól ment férjhez, ki nem ment férjhez, és itt most erről a Dottiról van szó, aki vendégül látja a többi lányt, és megnézzük ezeket a márkákat, amiket az angolba látunk, és amit a fordító megtartott. És azt is meg fogjuk beszélni, hogy miért tartotta meg. Yet every time she looked at Dotty sitting in their living room, sipping her Clover Club cocktail out of the Russell Wright cup. Mégis valahányszor Dottira pillantott, amint ott ült a nappaliban, Clover Club koktélt hörpölgetett a Russell Wright pohárból. Miért hagyta meg vajon a fordító, hiszen senki nem tudja Magyarországon, hát hogy milyen az a pohár és milyen az a koktél. Na most itt arról van szó, hogy Dotti bár nem boldog a házassága, de nagyon jó körülmények közé került, és hát látják rajta, hogy egy elegáns szobába ül, nagyon szép butorok között, nagyon szépen tálalva, és minden nagyon modern, és nagyon sokat ad arra, hogy minden nagyon modern legyen. Na most itt hoztam képet is Russell Wrightról, aki egy híres formatervező volt, egy híres amerikai ipari formatervező, és Amerikában akkor kezdett divatot válni a 30-as években, hogy iparilag formatervezett poharakat, kancsókat használtak, és ez egy olyan márka volt, ez a Russell Wright, aki ugye
ilyen az ő poharából inni, az társadalmi presztízst jelentett, és ugyancsak hoztam egy képet erről a Flower Club koktélről. Ez egy étterem volt, tulajdonképpen egy philadelphiai étterem volt, még a 19. század végén alakult, és aztán híres étteremláncnak a kezdetévé vált, és különösen a koktélokról volt híres, ahol mindegyikben volt valamilyen gyümölcs és tojás fehérje. Hát ez most már manapság is, Magyarországon is egy párat ismerik, de hát mivel olyan fontos, de azért nem mondhatnám, hogy közismert lenne, mégis bent hagyta a fordító azért, mert ezzel ugye jelképezzük azt, hogy ennek a lánynak, a Dottinak nagyon fontosak ezek a külsőségek. Tudok még egy példát mondani, a Bret Easton Ellisnek az amerikai pszichó, amit talán többen olvastak, amelyik egy olyan fiatalemberről szól, aki erkölcsileg egy nulla, hiszen sorba gyilkolja a meghívott nőket, de rettenetesen ragaszkodik a jó ételekhez, jó italokhoz, jó ruhákhoz, tehát márka hívő, hisz a márkákban, de egyébként egy erkölcstelen, züllött ember, de ez a rengeteg elegáns márka, amivel ő körülveszi magát, ez kihagyhatatlan a fordításból, mert ennek dramaturgiai funkciója van. Még egy ilyen márkaneves példát nézzünk, ez most nem a Bret Easton Ellistől, hanem ugyanabból a Mary McCarthy csoport című művéből. Ez a ha márkanév, igen. He was a secret believer in name brands like Arrow shirts and Firestone tires and Teacher's Highland Cream and Gillette razors. Titokban hitt a nagy márkákban, az Arrow ingekben, Firestone autógumikban és Gillette borotvákban. Tehát látjuk, hogy itt is egy márkafüggő férfiról van szó, aki hisz mindezekbe. Érdekes módon, tehát muszáj megtartani az Arrow ingek, a Firestone autógumik és a Gillette borotvák. A Teacher's Highland Cream-et kihagyta a fordító, ami egy whisky márka, már Magyarországon is lehet kapni, de hát azt vagy ő nem tudta, vagy úgy gondolta, hogy az már túlzás lenne. Tehát ez kimaradt a fordításból, hogy Teacher's Highland Cream whiskyben. Ezt még be lehetett volna tenni. Na most a márkanevek után a második pont, amit meg fogunk beszélni, a jelzőként használt ország, város és népnevek kiadása. Minden nyelvben vannak olyan kifejezések, ahol megjelenik egy másik nép, vagy egy másik város, vagy egy másik ország jelzőként. Ugye a párizsi felvágott, hát azt csak mi nevezzük Párizsinak. A Berliner kendő az egy ilyen óriási kabátként is használt vastag fekete kendő. Angol szalonnát, prágai sonka, görög tűz, valaki nápolyi teszik. Ez biztos olaszra nem lehet nápolyival fordítani, vagy angolosan távozik. Ugye az angolosan távozik, azt tudjuk, hogy az angolok úgy mondják, hogy to take a French leave. Ugye ők a franciát meg a Dutch-t használják ilyen szituációkban, és a Dutch-nak elég negatív konnotációja van az angolban, például a go Dutch, az azt jelenti, hogy úgy megyünk el vacsorázni, hogy vagy te fizetsz mindent, vagy ketten fizetünk. Tehát valamiféleképpen a sóherségre utal, de ami például a skótokra nem jellemző az angol nyelvben, tehát csak mi tartjuk a skótokat ilyen, hát tulajdonképpen kapzsinak, pénzsóvárnak és spórolgatósnak, az angolok nem. Az angoloknál a hollandokra használják ezeket a jelzőket, vagy a Dutch bargain, az a nem teljesen tiszta üzlet, Dutch koncert, az a macska zene, a Venetian Pearl, az a Venetian Pearl, a velencei gyöngy, az a hamis gyöngy, akkor szokták mondani még a hollandokra van még egy kifejezés, ami nagyon it is Dutch to me. Az it is Dutch to me az azt jelenti, hogy ez nekem kínai. És ez érdekes, mert tulajdonképpen holland nem annyira áll távol az angoltól, tehát a hollandot ugye majdnem értik, de hát azért tulajdonképpen mégse értik. Tehát ilyenkor ezekben az esetekben
vagy call me Dutch if I am not right, tehát legyek holland, ha nincs igazam. Tehát ez is kutya legyek, ha nincs igazam, ugye ezt így mondjuk. Tehát nagyon gyakran megjelennek ilyen idegen népnevek, na ezek biztos kimaradnak a fordításból, hiszen sértő lenne a célnyelvi olvasóra nézve, hát felolvasunk most egy, vagy értelmetlen lenne. Felolvasunk erre néhány példát, németet kérem. Éppen a szemek különös színe tette a lányt érdekessé, mint a két besztercei szilva villogna, csillogna a rőt pillák alatt. Parmi lesquels éclataient deux petits souliers de droguet blanc avec des boucles incrustées de diamants d'Irlande. És ezer apróság között egy pár fehér sejemtopán gyémántos csatja tündökölt. Köszönöm szépen. Tehát látjuk, hogy a besztercei Szilva semmit nem jelentett volna a német olvasónak, tehát érett Szilva lett belőle a fordításban. Az olcsó, ami írországi, ugye írlandi van a franciában, ez olcsó drága kő utánzatot jelent, tehát természetesen ez is kimaradt a fordításból, és ez lett a gyémántos csatja tündökölt, és van itt egy jó orosz példa Bulgakovtól, a finszkie nocsi usztráivala, ami azt jelenti szó szerint, hogy aténi éjszakákat rendezett, hát ugye a magyar olvasó számára az aténi éjszaka nem jelent semmit, kiderült, hogy ez orgiát jelent, tehát orgiákat rendezett az illető szereplő. Ez van úgy, hogy a finszkie nocsi. Na most az utcanév, kerület neve jelentést hordozhat, olyan presztízs vagy olyan, hogy ott lakni, az egy nagyon elegáns dolog, olyan, mint nálunk a Rózsadom vagy a Pasarét. Tehát mi tudjuk, hogyha valakinek a Rózsadomban van villája, az egy gazdag ember. De ha valaki Londonban, a Belgravia negyedben lakik, az nem biztos, hogy a magyar olvasó tudja, vagy Chelsea-be, hogy az mennyire elegáns és gazdagok által lakott negyed. He was alone in the great Belgravia house with Baines and Mrs. Baines. Így egyedül maradt a nagy házban Baines-el és a feleségével. Köszönöm szépen. Tehát ki, egyszerűen a Belgraviét kihagyta a fordító, mert nem lett volna értelme megmagyarázni, hogy a London egyik elegáns negyedében lévő nagyházban. Nem érezte ezt olyan fontosnak a cselekmény szempontjából, egyszerűen maradt a nagyház. Gyakran maradnak ki a megszólítások, udvariassági formák. A magyar regényekben nagyon gyakran előfordultak ezek a tekintetes, nagyságos, méltóságos, nagy méltóságú, kegyelmes megszólítások, címek, rangok, a báró, gróf, lovak, herceg, főherceg, és az ezeknek kiáró udvarias megszólítási formák ezek a alázatosan kérem, esedezem méltóztasság szolgálatjára. Hát ezeket ugye eltörülték a történelem viharai, de a magyar irodalom tele van ebben, úgyhogy ezek általában kimaradnak a német fordításból, vagy német, angol, francia mindegyik fordításból, nem beszélve a kentek és a kegyelmeddel. Ugye a kend az nekünk föl se tűnik, hogyha egy mesében, vagy Mixátnál, vagy Morrisnál azt mondjuk, hogy kent, pedig ide-oda menjen, de hát a fordítónak az megoldhatatlan problémát jelent. Kérem az angol példát. Szóval, esedezem igazgató úr, méltóztassék megnézetni, megvan-e az apám csontváza talán? I beg you, sir, have someone look for it and find out if my father's skeleton still exists. Tessék, méltóságos úr, köszönöm a szívességét. Here you are, sir, and thank you for your consideration. Köszönöm szépen, tehát látjuk, hogy csak szőr uram lesz belőle, tehát semmi méltóztasség és semmi méltóságos úr, nem is próbálkozik ezzel a fordító. És most két példát fogunk látni, mint mondtam, a Besserce ostromából sok nyelvre, a Beszerzőt már sok nyelvre lefordították, és akkor meg lehet nézni, hogy mit csinál a fordító a kegyelmeddel. Akárhány fordítást nézünk, a kegyelmedet mindenki ki fogja hagyni. Akkor először az angol, aztán a német példát kérem. Nyargaljon végig kegyelmed, és közölje a hadakkal a parancsot, hogy legyenek veszteg egy darabig. Ride along the lines at full speed and convey my command to the men, they may rest for a while.
Reiten Sie geschwind den Zug entlang und teilen Sie den Truppen und den Befehl mit, sie sollen sich eine Weile ruhig verhalten. Köszönöm szépen, és ugyanezt fogjuk látni a kentekkel. Ugye Mikszánt még tele van a kendel, nekünk fel se tűnik, de a fordító nem tud vele mit kezdeni. Adják át kentek a város polgármesterének, sehol se pihenve. Take this to Besterce and hand it to the burgomaster without stopping anywhere on the road. Übergib das dem Bürgermeister der Stadt Besterce. Los, nirgends Rast machen. Tehát látjuk, hogy Handit egyszerűen übergépt adják át. Nincs benne sehol se a kentek. Na most egy érdekes probléma a férjes asszony nevek esetében a kihagyás, és ebben az esetben a kihagyás az kötelező az asszony nevek különböző megjelenítése miatt, tehát kultúránkon máshogy nevezik a férjes asszonyokat, és itt örkénynél ebben az elbeszélésben nagyon fontos, hogy egy ilyen energikus, komoly, fővárosi néprajz tudós asszony leereszkedik a faluban egy ilyen kedves, idős, butuska öreg nénihez, mindvégig éreztetve fölényét. Aki olvasta ez a Lidért és a Ludvért, hogy az öreg néni Ludvértet mondott, Ludvért az kedveském, de a kászonyné Kokas Hanna ki akarja javítani Lidértre. Na hát erről szól a novella, és hát ugye látjuk, hogy kászonyné Kakas Hanna, ez a neve a magyar hölgynek, aki hát elmegy néprajzosként, elmegy vidékre, barátságosan rámosolyog az öreg nénire, és elébe tartja a mikrofont. Na most látjuk, hogy nem fogjuk felolvasni, hogy az összes példát, tehát Frau Hanna Kakas lett a németbe, Miss Kászony és Hanna Kászony. Tehát ez a Kászonyné Kakas Hanna, ez a komoly, fővárosi, tudós asszony jelképező név, ez tulajdonképpen a fordításba elvész, egyszerűen azért, mert máshogy fordítjuk az asszony neveket. Nézzünk egy pár reália kihagyást. Hát különösen örkénynél nagyon sok rövidítés van. Olyan rövidítés, amit már a mai fiatalok se ismernek, hiszen a KIK, az STK, az IBUS, ma már ugye az IBUS még megvan, de a KIK, hát ha megkérdezném valakitől, hogy mi volt az a KIK, akkor biztos meg nem tudná megmondani. Ez valami ingatlankezelő vállalat volt, minden esetben a KIK volt, amelyik nem tatarozta a házakat a rendszerváltásig. Az STK, hát az pedig ugye a társadalombiztosítás volt, amit most talán IEP-nek neveznek, nem tudom, EP, egészségpénztárnak neveznek. Na most ezek a magyarok számára is elavultak, de a német, francia fordítók, német, angol, francia fordítók már akkor, ugye, ezek egyidejű fordítások, vagy kicsit később keletkeztek, már akkor is megváltoztatták ezeket a reáliákat, hiszen a KIKA semmiképpen nem maradhatott meg az angol fordításban. Nézzük, mit csinált Szőlősi Judy a KIK-kel. A házban nem szeret senki, a KIK nem hajlandó rendbehozatni a plafont, melybe ázik. The tenants do not like me. The landlord refuses to fix my leaky tap. Köszönöm szépen, landlord lett belőle a házi úr, és ráadásul a rendbehozatni a plafont sem maradt meg, de az már nem ide tartozik, hanem a csöpögő csapot nem javítja meg a házi úr, de mindegy tulajdonképpen. Ez egy nagyon rövid kis novella. Ez itt az idős hölgy öngyilkosságának az okát írja le, ez egy búcsú levél, tehát végül is mindegy, hogy ki nem javítja meg, és a plafont nem javítja meg a csöpögő csapot. A lényeg az, hogy az élete nagyon szomorú, tehát ebből a szempontból a landlord teljesen megfelel. A következő példában pedig az STK-t és az IBUS-t fogjuk megnézni, hogy hogy oldja meg örkény német fordítója Vera Tisz. 32 gyönyörű foga volt az egri STK-ból vadonatúj. 32 herrliche Zähne von der Ikra Krankenversicherung, funkelnagelneu. Bodrogi főorvos, a sebészeti osztály vezetője lemondta tervezett jugoszláviai IBUS utazását. Chefarzt Bodrogi, der Leiter der chirurgischen Abteilung, sagte seine Jugoslawienreise beim Reisebüro ab.
Köszönöm szépen, tehát látjuk, hogy betegbiztosító és rájzebűró utazási iroda lett az IBUS-ból, az STK-ból és az IBUS-ból. Most látom, hogy már a Jugoszlávia is megváltozott közben, de hát azt szerintem nem fogják az újrafordításnál megváltoztatni, bár hiszen az nem tartozik ebbe a kategóriába. Forrásnyelvi utalások kiadása. Ha a fordításban a forrásnyelvre utal a szerző, magára a nyelvre, ezt metainformációnak is szokták nevezni a nyelvészetbe, akkor azt nagyon nehéz a célnyelvre lefordítani. Itt a Karintinak az Utazás a koponyám körül című regényének az elején vagyunk, ebből több példát fogunk idézni, és Karinti ül a kávéházba, a Bucsinszkiba, majd később előjön a kávéházba, és közmondásokat fejt meg. És méghozzá olyan közmondásokat, amelyek magyarban sem léteznek. Tehát nem létező magyar közmondásokat kell kitalálni. Ezt csak a magyar fogjuk megnézni. Kitűnő jóízű népi mondások ezek, csak éppen az a bajuk, hogy nem léteznek a valóságban. Ilyen közmondásai vannak. Ha csálé balra, jobbra bakafánt. Vagy asszony sírás repcepogácsa. Hát ez Karinti zsenialitása, ugye, hogy közmondásnak kinéző magyar szólásmondásokat talál ki, de hát hogyha az angolt megnézzük, amit most nem fogunk felolvasni, mert az idő nagyon múlik, akkor ott csak egy három pontot látunk és egy zárójelt. Ez teljesen kimaradt a fordításból, nem is kísérletezett vele. Na most azt mondom, hogy van egy olyan dolog, ami nem a háttérismereteken múlik, hogy a indoeurópai nyelvek, mikor valamit valamelyik testrésszel csinálunk, azt meghagyják. Tehát intett a kezével, nézett a szemével, bólintott a fejével, mi ezt nem szoktunk. Tehát ha valaki dobol az asztalon, akkor ők úgy mondják, hogy dobol a kezével, mi meg azt mondjuk, hogy dobol az asztalon. Tehát a keze kimaradt, ezt fogjuk most megnézni. Először a német, illetve mind a kettő német példa lesz. Madame Buddenbrook wandte sich an ihre Schwiegertochter, drückte mit einer Hand ihren Arm und sagte, immer der nämliche, mon vieux Betsy. Madame Buddenbrook, amennyihez fordult, megszorította a karját és mondta, mon vieux, csak a régi marad, ugye Betsy? Der jüngere Hausherr hatte, als der allgemeine Aufbruch begann, mit der Hand nach seiner linken Brustseite gegriffen. A fiatalabbik házigazda, mikor mindenki mozgolódni kezdett, a bal felső zsebéhez nyúlt. Köszönöm szépen, tehát látjuk, hogy a mit einer Hand és a mit der Hand kimaradt a fordításból, tehát ez a magyarban nincs szükség. A testrészek megnevezését kiadjuk. Na most a jelentések kiadását össze szeretnénk foglalni, akkor látjuk, hogy nyelvpártól és fordítási iránytól független művelet, hiszen mindkét irányba előfordul, nem a nyelvi rendszerek különbségeiben keresendő az oka, hanem a háttérismeretek különbségeiben, és csak a testrészek kiadásánál az hozható összefüggésbe a nyelvi rendszerek redundanciájával. Fakultatív művelet, tehát nem kell elvégezni, a fordító dönt mindig. Hogy mennyire univerzális művelet, egyáltalán nem univerzális művelet, ez az aszimetria hipotézis szerint, ugye, amit én próbálok bebizonyítani, a fordítók általában nem szeretnek kihagyni. Tehát kevesebb kihagyást alkalmaznak, mint betoldást, és ez tulajdonképpen az explicitációs hipotézis bizonyítása lesz. Tehát betoldásra jóval több példát fogunk találni, nagyon szomorú, hogy múlik az idő, tehát most érkeztünk el a következő művelethez, a jelentések betoldásához, úgyhogy most egy kicsit gyorsabban is fogom mondani. Tehát itt az általános példa, látjuk, hogy ott van az angolban a Szent Pankrász, a magyarban meg Szent Pankrász pályaudvaron, mert az angol olvasó tudja, hogy ez egy pályaudvar, a magyar olvasónak meg oda kell tenni. A másik, mikor magyarról fordítunk, mikor Karinti azt mondja, hogy utána a Bucsinszkiba gyorsan lekenek egy krokit, akkor a magyar, akkor az angol fordító oda teszi, hogy kávé Bucsinszki, hogy tudja az az angol olvasó, hogy az egy kávéház. Tehát betoldásról fogunk beszélni. Ennek az a definíciója, hogy a jelentések betoldása a fordításban rendszeres átváltási művelet, amelynek során új, a forrásnyelvi szövegbe expliciten nem szereplő, sugallt, beleértett vagy implikált jelentések kerülnek be a célnyelvi szövegben.
nem azonos a lexikai felbontással, mert nem csak ketté válik a szó, hanem új jelentés kerül be, és gyakran együtt jár a konkretizációval. Oka nem a nyelvi rendszerek eltéréseiben van, hanem a kulturális háttérismeretekben, és megint végig fogjuk nézni márkanevek, reáliák, földrajzi nevek. Tehát végig mondjuk ugyanazokon a példákon, mikor nem kihagyás, hanem betoldást kell alkalmazni. Itt van megint ez a vásárlós példamondat, hogy a márkanév az gyakran köznévvé válik a célnyelvben, vagy köznévvé válik a forrásnyelvben, például az örgrély, de azt mondanám, hogy most már a magyarban is szinte az örgrély köznévvé vált. Nem kell mellé tenni, hogy tea. De akkor, amikor ezt lefordították, akkor még azért meg kellett magyarázni, hogy az az örgrély tea. Na nézzük ezt a példát. Two Maltesers, half pound Earl Grey cheese, Wensleydale or Double Gloucester, Yardley pre-shave lotion. Két csomag máltai cukorka, negyed kiló Earl Grey tea, sajtok, angol sajt, ömlesztett sajt, Yardley arcvíz villanyborotvához. Köszönöm szépen, tehát látjuk, hogy, hogy a máltai cukorkát megmagyarázza, hogy cukorka, az örgét megmagyarázza, hogy tea, a Yardley mellé betoldja, hogy arcvíz a villanyborotvához, miközben ott van ugye a Wensleydale és a Double Gloucester, ami ugye kimaradt, a sajtra, ömlesztett sajtra változtatta. Tehát látjuk, hogy ugyanabban a mondatban kihagyást is, betoldást is alkalmaz, hogy megértse a magyar olvasó. Hát itt nagyon gyakran a bor, ital neveknél nagyon gyakran előfordul, hogy a tájjelleg, maga a táj, az a bor nevévé változik, ugye ilyen a burgundi, tokai, rajnai, ilyen a champagne, a konyak is ugye konyak községből származik, és ilyenkor, mikor az eredetében csak az van, hogy Neuet Wanner, vagy Roten Neuenburger, vagy Vágújhelyi, akkor a fordító esetleg betoldja mellé a bort, bár hát általában lehet tudni, hogy ott borról van szó. Magyarázó reáliák, vagyis magyarázó betoldás reáliáknál, hát itt most van egy jó példa italra és közlekedési eszközre. Kérem a francia példát. Il aime le gros cidre, les gigots saignants, les gloria longuement battus. Egyáltalán nem irtózott a jó erős almabortól, a félig véres ürücomtól, meg az édes pálinkával jól megöntözött feketétől. Une fois que Bénin et Broudier, pour gagner plus vite la place de Bitche, voulait prendre le vieux Clichy-la-Villette. Egy ízben, amikor Bénin és Broudier, hogy gyorsabban érjen a place de Bitche-re, a Clichy és a La Villette közötti ócska omnibuszra akart felszállni. Hát ez tényleg magyarázatra szorul, hogy édes pálinkával megöntözött feketével, és a feketétől, és az omnibusz is magyarázatra szorul, hiszen egyáltalán nem tudja a magyar olvasó, hogy itt egy omnibuszról van szó. A földrajzi neveknél nagyon gyakorik a megoldás, a betoldások, méghozzá a nyelvek melléknépképzési lehetőségei miatt is, mert nem lehet angolba ilyet csinálni, hogy szilágysági fiú vagyok, csak azt tudom mondani, hogy I came from County Szilágy, vagy Szamosparti utcánk. Ugye nem lehet ilyen melléknevet képezni az angolból, Szamosparti, csak azt lehet mondani, hogy Three Sword River Maros. Itt megint egy francia példát, de most ezen át fogunk ugrani, mert egy orosz példán akarom azt szemléltetni, bocsánat, hogy ez egy érdekes dolog történik itt, hogy a földrajzi neveknél a fordító, miután egyszer megmagyarázza az olvasónak, hogy mi ez egy folyó, vagy egy falu, vagy egy város, utána már kibővítette az olvasó háttérismereteit, és akkor utána már nincs szükség magyarázatra. Mikszáth Kálmán Beszerce ostromából olvassuk, hogy és a Vág melletti ócska kastély. Mi az a Vág? Hát azt nem tudják az olvasók, hogy mi az a Vág, úgyhogy itt az orosz fordító oda tette, hogy nyei Nyitse Vokrom, a Vétova Zámka, Naberegú Vága. Akkor az olvasó már tudja, hogy az a vág, annak partja van, az egy folyó. És mikor másodszor ugyanott, ugyanazon az oldalon azt írja, hogy a vág mellé vonultak a hadak, akkor már úgy dönt, hogy az olvasó tudja, hogy az egy vág a folyó, és akkor Vajszkápa Pravilész Vágó, ugye a hadak
a vákhoz mentek. Már nem teszi hogy oda, hogy folyó, hiszen az olvasónak ezt már tudni kell. Nagyon szép betoldásokat találunk az Édesannába. A Kosztolányi Édesannáját Szirtes György fordította, és mindjárt az eleje úgy kezdődik, hogy nagyon kéne tudnunk azt, hogy milyen a vár, milyen a vérmező, milyen a Krisztina város. Ezt az angol olvasó biztos nem tudja. Úgy kezdődik, hogy vége a tanácsköztársaságnak, délután úgy 5 óra felé, a Hungária szállóban székelő szovjetház körül felreppent egy repülőgép, átrepült a Dunán a Várhegyen, és merész kanyarodással a vérmezőt felé tartott. Na most a Várhegyről ugye hát nem tudják, hogy mekkora hegy, mi van a tetején, ugye? Majd mindjárt meglátjuk, hogy magyarázza. És mi az, hogy vérmező? Hát ha lefordítja valahogy úgy, hogy nem tudom, bloody, akármi, akkor biztos, hogy nagyon félrevezeti az olvasót. Most nézzük meg, hogy hogy oldotta meg ezt a problémát Szirtes György, hogy el tudja képzelni az olvasó, hogy hol játszódik ez a cselekmény. In the afternoon, at about 5 o'clock, an airplane rose over the Soviet headquarters in the Hotel Hungaria, crossed the Danube and passed the palace on top of the Várhegy, banked steeply towards the Vérmező Gardens. Köszönöm, látjuk, hogy beletette azt, tehát betoldásról beszélünk, hogy passing the palace on the top of the Várhegy. Tehát beletette a palotát, a királyi palotát, és hogy oldotta meg a vérmezőt? Vérmező Gardens. Ezzel a Gardens-el el tudjuk képzelni, hogy itt most egy nagy park van. No és a Krisztina? Hát mit kezdjen a fordító egy ilyen mondattal, hogy legalább a Krisztinában azt beszélték? Mi az, hogy Krisztina? Tehát ezt nem lehet tudni. Beteszi, hogy Írea. És akkor ott van a Szent Háromság tér. Mit csináljon a Szent Háromság térrel? És itt nagyon érdekes megfigyelni, most már nem fogjuk felolvasni, csak elmondom, hogy megtartja a magyarul a Szent Háromság tér, és mellé teszi, hogy the square dedicated to the Holy Trinity. Tehát megtartja a Szent Háromság teret is, meg a elmagyar, lefordítja magyarra is. Egyébként ez, hogy megtartani a városnevet, helységnevet és lefordítani, ez nagyon gyakran jelentkezik az úti könyvekbe. Például van a Corvina kiadónál jelent meg ez az úti könyv, ami magyarul nem is jelent meg, csak fordításokban, ez a Budapest madártávlatból, angol, francia, német, orosz változatát is ismerjük, és nagyon érdekes, hogy melyik olvasótábornak mit kellett megmagyarázni, és egyáltalán, hogy mi a módja, mondjuk a Margit sziget lefordításának. Az angol fordító lefordította, hogy Margaret Island, de zárójelben mellé tette, hogy Margit sziget, hogyha az a turista ül a villamoson, akkor ne angolul próbálja keresni a Margit szigetet, hanem tudja a magyar szót is. A francia fordítást megnézzük, akkor Il Margherite, ő nem teszi melléje, hogy a magyar szót, a Margit sziget, tehát a francia turista csak franciául tudja keresni. Itt megint a Lánchíd, ugyanaz. Tehát az angol fordító odaírja, hogy a Lánchíd, in the center a Lánchíd, or Cambridge, és le is fordítja, a francia pedig meghagyja a francia szót, nem írja be a Lánchíd. Néha megtörténik az, hogy azért kell betoldást alkalmazni a célnyelven, mert a forrásnyelvi olvasónak egy-egy szó azonnal azonosítja jeltárgyat, de a célnyelvi olvasónak nem. Tehát egy magyar ember azt mondja, hogy körút, akkor tudjuk, hogy a nagy körút. Azt mondja, hogy nemzeti, tudja, hogy a nemzeti színház. A németnek azt mondják, hogy Linden, akkor tudja az Unter den Linden. Itt azért kellett betoldani az Unter den Lindent, mert ugye a magyaroknak a Linden az önmagában nem jelenti. Tehát látjuk, hogy a németben csak az van, hogy Durgi Linden, de a magyar olvasók számára, mert azt a reáliát már ismerjük. Tehát a magyar olvasó az Unter den Linden reáliát ismeri, de rövidítve nem ismeri, csak a teljes hosszában. Nagyon érdekesek a történelmi reáliák. Ugye itt van ugyanebben a úti könyvben a Szent Jobb.
ami a Szent Király munifikálódott jobb keze. Hát honnan tudna a célnyelvi olvasó, hogy ki az a Szent Király? Ilyenkor a fordító betoldotta, hogy King Stephen. Ugye, az angol fordító betoldott. Egyébként nem hoztam ide példának, de nagyon érdekes az Erzsébet hit, hogy ki mit magyaráz el, hogy ki volt az Erzsébet. Ugye a németeknek nem kell elmagyarázni, hogy ő Ferenc József felesége volt, de az oroszoknak el kell. Tehát az orosz fordításban el van magyarázva, hogy Erzsébet királynő Ferenc József felesége volt. Tehát útikönyvek fordításánál mindig figyelembe veszik a célnyelvű olvasót, és betoldják. Na most hát aztán borzalmas nagy problémát jelent a városneveknél, hogy a városneveknek ugye néha változik a neve a városoknak. Tehát itt látjuk a török elől elmenekült országgyűlés, pedig egészen 1848-ig Pozsonyban ma Bratislava ülésezett. Nézzük meg, mi lett a német fordításban. Der von den Türken geflohene Landtag hielt seine Versammlung noch bis zum Jahre 1848 in Pressburg. Ungarisch Pozsony, heute Bratislava, CSFR. Látjuk, hogy ugye itt bejön a Pressburg, ami a magyarban nem volt, hisz nekik az a Pozsony. Mellé írták, hogy magyarul Pozsony, ma Bratislava, és itt látjuk mögötte a megszűnt Csehszlovákiát. Tehát azóta már ez is megváltozott, most már ugye Szlovánszka Respublika hivatalos neve, hát nem tudom, hogy a újra nyomásokba ezt megváltoztatták-e, de ilyesmire figyelni kell. Hát az intézményneveknél arra nagyon sok példa van, amire sajnos már igazán nem nagyon lesz időnk. Itt van ez a Szent Pankrász. Hát nézzük a magyar, a Crockfordról nem tudjuk, hogy egy kártyabarlang. A Fortnumsról nem tudjuk, hogy egy áruház. Ez betoldotta a fordító Crockford kártyabarlangjába. A Fortnum áruház biztos bombaüzletet csinál. Itt ez a Buczynski, ugye, amikor Karinti ül a kávéházban, és az angol fordító betoldotta melléje, hogy kafé. Intézményneveknél, mi ugye tudjuk, hogy a nemzeti előtt, de a német fordítónak be kellett oldani a teáter, Nationalen Theater. Vagy anyám a Kútvölgyibe halt meg, az, hogy Kútvölgyi, azt is senki nem tudja, ha nem teszi melléje, hogy Krankenhaus, a kórház. Na most itt van az nézett a szemével, bólintott a fejével, intett a kezével. Ha indoeurópai nyelvre fordítunk, akkor ezt viszont be kell toldani. Tehát ezeket a fölösleges, tulajdonképpen redundáns testrész megnevezéseket, ezt betoldjuk. Csak az utolsó két példát fogjuk felolvasni, kérem. Nem szerette a feltűnést, az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. She hated calling attention to herself so much that even on the bus she'd sit with her head turned to the window. Marjota kisasszony, ma messziről mosolygott. At that moment the waitress approached. She had a knowing smile on her face. Hát látjuk, bekerül a fordításba a with her head, ugye mi nem azt mondjuk, hogy a fejével az ablak felé fordult, hanem az ablak felé fordult, és nem mosolygott az arcával, hanem egyszerűen mosolygott, de ez az indoeurópa nyelvekbe bekerül. Tehát összefoglalva a jelentések betoldását, nyelvpártól független művelet, fordítási iránytól független művelet, mivel az olvasók háttérismereteinek a különbsége okozza, hát ezért nincs jellemző irány, kivéve ez a testrészek megnevezésénél, hogy az indoeurópai nyelvekbe bekerül, hogy intett a kezével, bólintott a fejével. Na most elég meglehetősen fakultatív művelet, tehát például ezt a Bessel Ostromának a különböző fordításait megnézve látjuk, hogy a minden fordító máshogy döntött a betoldások ügyében, tehát az angol fordító például nem toldott be semmit, tehát nem törekedett arra, hogy kibővítse a olvasók háttérismereteit. És lehet, hogy ez a betoldás viszont univerzális művelet, látszólag ellene mond annak, amit most mondtam, de sok fordítás elemzése alapján, meg maguk is fognak fordítást elemezni, azt látjuk, hogy a betoldást, jóval több betoldást alkalmaznak a fordítók, mint kihagyást.
És ennek a magyarázata az, hogy a fordító ugye hivatásos nyelvi közvetítő, és a kooperáció elvét követi, tehát hogy a kommunikáció sikeressége érdekében igyekszik kibővíteni az olvasó háttérismereteit, megmagyarázni neki minél több dolgot, mivel az olvasó nincs jelen. Ugye a tolmácsolásnál a befogadó ott van előttem, és látom, hogy érti vagy nem. A fordító távol lévő olvasók számára dolgozik, és ezért igyekszik biztosra menni. Ez a playing safe, ahogy az angolok mondják, hogy biztonságos játszmát játszani, minél többet elmondani. Tehát valószínűleg, hát természetesen ezt még nagy fordítási korpuszokon kéne bizonyítani, de valószínűleg a betoldás az gyakoribb művelet a fordításban, mint a kihagyás. Köszönöm a figyelmet. Mi a villámfordításnál a tudásban és a szakértelemben hiszünk, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy mi is tanulhassunk. Csatlakozz hozzánk YouTube-on és Facebookon, és tanulj velünk együtt Claudie Kingától egész szemeszterben.